Tegnap már beszámoltunk arról, és telefonon beszéltem is Ceglédi Csaba szombathelyi képviselővel, hogy az ő gyanújuk szerint valaki a Városházán, a szombathelyi Városházán, méghozzá kormánypárti képviselő, kemény droggal él, és erről bizonyító erejű felvételük is van. Erről a tegnapi napon többet még nem mondtak, mert hogy 48 órás ultimátummal kérték azt, aki magára ismer, hogy ez reggel 9-kor mondjon le. Különben nyilvánosságra hozzák a videófelvételt. Nos, ez ma délelőtt meg is történt, és kiderült, hogy azon a videófelvételen, amit nyilvánosságra hoztak, nagyon nagy valószínűséggel, mert én ezt nem tudom kijelenteni, maximum egy bíróság tudja kijelenteni, hogy Szombathely fideszes alpolgár mestere látható, amint éppen kokain szív fel egy asztalról. Ceglédi Csaba a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jól foglaltam össze a történteket? Elég precízen. Tehát önök egészen biztos, én nem ismerem Lazári Viktor, Szombathely fideszes alpolgármesterét, én tényleg most láttam először az ő arcát, amikor nyilatkozott arról, hogy tagadja, hogy ő lenne az. De hát aki nyilatkozott, meg aki a nyilvánosságra hozott videófelvételen van, hát azért erős a hasonlóság, mondjuk így. Tehát önök biztosak abban, hogy Szombathely fideszes alpolgármestere van a videófelvételen. Hát ugye valakinek ki kellett állni a nyilvánosság elé a részünkről, és ezt az egész ügyet elindítani, ugye ez voltam én frakció vezetőként, az embernek vannak néha ilyen szoború kötelezettségei, mint ez, és hát azért én ezt nem tettem volna meg, nem tudom, két gyermekes családapaként és praktizáló ügyvédként többek között azért nem tettem volna meg, hogyha én ebben nem lettem volna biztos. Egy szűk kör, akik között egyébként volt audiovizuális szakember, nem tudom mi a legjobb kifejezés rá, aki például kikockázva megnézte a felvételt, jogász kolléga, hogy ne jogászkodjak fölötte. Tehát ez alapján döntöttünk úgy, hogy akkor ezzel ki lehet állni. Szerintem kétséget kizáróan megállapítható, hogy Lazári Viktor van a felvételen. Egyébként ma megtettem a feljelentést kábítószer birtoklás, illetve kábítószer kereskedelem miatt a Vasmegyei Rendőrfőkapitányságon. A rendőrségnek kell majd a részleteket egyébként kiderítenie. A felderíteni az, hogy pontosan mi történt, vagy ki van a felvételen, mivel ugye ez bűncselekményt alapozhat, meg ezt a rendőrségnek kell. Nézzük ezt a felvételt, hogy ez azért ma már elég rendesen bejárt az internetet. Itt azt látjuk, hogy egy ember valamit felszív az asztalról. Hát én film élményeimből tudom azt, hogy így szokták tényleg a kokaint felszívni, és akkor utána szétdörzsölgeti még a maradékot is a hártyán. Tehát, hogy minél jobb legyen. Ott mögötte ott van egy nyitott ajtó. Tehát be se zárkózik? Hogyha ez az a tér, amire én gondolok, akkor ott a nyitott ajtónál van egy titkárság, és a titkárságnál pedig elvileg egy bezárt ajtó. De hogyha a titkárságon nincsen senki, mert mondjuk ez késői órákban van, akkor a kívül bezárt ajtó azért bent egy zárt teret alkot. És ez a Szombathelyi Városházán készül. Így van, és szerintem ez az ő irodájában. A napszakot azt tudjuk-e, tehát mondjuk munkaidőben? Nem, bár nem tudom, hogy bemarad-e hajnalba, vagy bemegy-e valaki a munkahelyére hajnalba, hogy felszívjon az asztalra egy kis csíkot. Hát vannak rendezvények is a Városházán, tehát az, hogy hát pontosan akár milyen napszak, azt nem tudom. Elvileg a készítés dátumát tudom, de hát ez a rendőrség dolga már. Tehát, hogy ezért bizonyos pontos információkat én nem kívánok ezen túl megosztani, mert nyilvánvalóan a feljelentésemet követően ugye elvileg egy nyomozásnak kellene indulnia, vagyis legalábbis egy átlagember esetében nyomozás indulna. Ugye ma csütörtök van. Ma került nyilvánosságra ez a videó. Ma Lazári Viktor, amikor ez a közgyűlésen ön felállt, és azt mondta, hogy a határidő lejárt, és akkor Lazári Viktor felszólítja, hogy mondjon le, és így tovább. Ő kiállt, azt mondta, hogy ezt tagadja, soha nem élt drogokkal, és a jövőben sem fog. És egyébként kedden a Szombathelyi Markusovszki kórházban drogtesztet végeztetett. Miért? Tehát nekem például kedden nem jutott eszembe, hogy drogtesztet végeztessek magamon. Tehát Lazári Viktor, aki gyakorlatilag ma bukott le ezzel a videófelvétellel, miért ment el két nappal ezelőtt drogtesztre? Miért? Meg ráadásul elment Sopronba is. De ezt is, most öntől kérdezem. De elment a soproni kórházba, ahol valószínűleg nem járt eredménnyel, és ezt követően el kellett mennie a Markusovszki kórházba, ahol közeli hozzátartozói dolgoznak. Volt Sopronba is drogvizsgálat. Igen, én ezt el is mondtam a közgyűlésen, hogy tudjuk, hogy az elmúlt napokban Sopronban, meg Szombathelyen is próbálkozott azzal, de hogy miért? Ő,
Tehát én önök tudom. Szóltak neki? Nem, de hogy szóltunk. Tehát nem mondták azt, hogy kedves alpolgármester úr, én vagyok Ceglédi, tudja a frakcióvezető innen a közgyűlésből. Hát van egy felvétel, amin ön látom, hogy szívja a kokain, tehát szerintem ezt most már nyilvánosságra fogjuk hozni. Tehát semmilyet nem mondtak, nem hívták fel a figyelmét. Önök név nélkül azt mondták, hogy van egy ilyen felvételük, és kérik az illetőt, aki tudja, hogy ő lehetett az, mert kemény drogokkal él, hogy mondjon le. De ki nem mondták Lazári nevét? Egyszer se az elmúlt napokban önök. Ráadásul Szombathelyi közvélemény teljesen másra gondolt, de egy dolog. Na de ez most kérdőjel volt a végén. Tehát önök nem mondták ki Lazári nevét egyáltalán az elmúlt nem napokban? Mondtuk, valószínűleg magára ismert, és azért gondolta, hogy óvintézkedéseket tesz. Ön például kedden volt drogteszten? Én nem. Tehát nekem nem jut eszembe minden hét kedjén elmenni drogtesztre. Tehát miért ment el Lazári Viktor kedden drogtesztre, mikor csütörtökön egyszer csak, ha nem ő volt, akkor nagyon meglepődhetett az, hogy úristen, hát hírbe hoztak egy dublőrrel, de ezt én már tudtam kedden, és elmegyek drogtesztre. Nekem itt valahogy bicsaklik ez az egész történet. Hát igen, tehát nyilvánvalóan ugye az, hogy most volt-e figyelmeztetés vagy nem, én úgy gondolom, hogy az kellő figyelmeztetésnek kellett volna lennie. Én tavasszal felálltam a közgyűlésben, amikor a városi drogellenes stratégiát tárgyaltuk, és azt mertem mondani, hogy ha már erről tárgyalunk, akkor bizonyítsuk be, hogy nem csak az van, hogy bort iszunk és vizet prédikálunk, és a képviselőtestület döntse el, hogy a képviselők önként persze drogtesznek vessék a Talács meg is szavazta a közgyűlésen, ezen csodálkoztam, mert azért az ellenzéki javaslatokat nem szokás mostanában megszavazni, és ezt követően páran meg is csinál. A drogtesztet, azt hiszem hárman a közgyűlési döntést követően. Tehát azért ezt már közvetett figyelmeztetés. Többiek nem? Hát mert gondolom nem tartotta szükségesnek, vagy ki tudja miért nem. Tehát azért ez egy közvetett figyelmeztetésnek azért lehet venni, hogy ráadásul egy közgyűlési szavazás is volt róla. Sőt, amikor a helyi... De ön már akkor tudta, tehát már áprilisban volt ilyen pletyka a városban, hogy az alkoholgármester... Hát három-negyed éve, egy éve azért eléggé egyértelmű információkat kaptunk róla. Nem csak róla, hanem másról is, de nyilvánvalóan az a videófelvétel még csak róla áll rendelkezésünkre. Ezt már tegnap is, amikor a nagyon zűrös telefonbeszélgetésünkben azóta jó a telefonja, mert tegnap este, amit itt adásban rendezett, az egészen katasztrofális volt, mert nem ön, hanem a telefonja. Szóval tegnap is említette, hogy többekről is van információjuk, hogy kemény droggal élnek, és egy közéleti szereplőkről, vagy politikusokról? Kikről még? Hát többekről tudunk, ezért is sikerült úgy néz ki kideríteni, hogy ki a dílerjük. Ugye a díler ellen is feljelentést tettem a Vasmegyei Rendőrfőkapitányságon, hiszen az, hogy valaki kábítószerrel kereskedik, azért nagyságrendekkel nagyobb probléma, mint az, hogy valaki fogyasztja. Uh-huh. Nyilvánvalóan ebben nem fogunk tudni belemenni, de amit ma a közgyűlésen is elmondtam, egy fogyasztó, aki szenvedélybeteg, annak elsősorban azért orvosi segítségre van szüksége. De az, hogy Szombathelyen él egy drogdíler, és többen egybehangzóan azt mondták, hogy na ez az az ember, aki szerintük a drogot szállítja, illetve árulja az érintetteknek, többeknek. Én úgy gondolom, hogy azért ez komoly kérdéseket vet fel. Hát ugye kábítószer kereskedelemnek az alapos gyanúja miatt, jó, és a dílert megnevezve. Többes számról beszélt. Többeknek szállítja a dílert. Nyilván a dílereknek az a tulajdonságuk, hogy nem csak egy koncsaftjuk van. De szombathelyi politikusok érintettek még az ön információi, jelenlegi információja szerint a drogozásban? Igen, egyértelműen érintettek, csak még nem tudjuk bizonyítani, majd megpróbáljuk. A neveket is tudnak, amit most nyilván, mivel nincs bizonyíték, nem fog elmondani. Persze. Azt elmondja, hogy több kormánypárti politikus is érintett a kemény drogozásban Szombathelyen? Hát legalább még kettő, igen. Tehát legalább még kettő fideszes politikus van Szombathelyen, aki kemény droggal él. Így van, városi képviselő, hogy legjobban általánosítsam, illetve szűkítsük a kört. Tehát akkor összességében a képviselőtestületben az ön információja szerint a Lazári alpolgármesterrel együtt három kemény drogos fideszes képviselő már biztos, hogy van? Ugyanolyan egyértelmű információink vannak még kettőről, mint amik voltak Lazári Viktorról, csak hogy róluk még videófelvétel és egyéb nem áll rendelkezésünkre, de egy dolog biztos, hogy nyilvánvalóan ilyen fölösleges körítéseket már ezek után nem fogunk tenni, tehát majd a rendőrségi nyomozásba becsatlakoztatjuk ezeket a bizonyítékokat. Azt hozzátéve, hogyha a rendőrség veszi a fáradtságot és megtalálja egy 80 000-es városban az általunk névvel megnevezett drogdílert, akkor lehet, hogy a drogdíler vonalán azért könnyen föl lehet deríteni, hogy ők kikkel állt kapcsolatban, de mondjuk nem hiszem, hogy a rendőrségnek nekem kell tanácsokat adni. Egy dolog biztos, hogy
olyan ügyfelem, akit feljelentenek, hogy marihuánával kereskedik, ott másnap megjelenik a rendőrség kábítószer kereső kutyákkal, úgyhogy én ezt el is mondtam a megyei rendőrfőkapitánynak, hogy nyilvánvalóan majd a szakma szabályai szerint eljárnak ebben az esetben is, ugyanúgy, mint egy átlag ember esetében. Ebben persze nekem vannak fenntartásaim, de hát hadd csalódjak én is valamikor pozitívan. Ez egyébként, tehát amit én tényleg nem értek hozzá, tehát amit így szívnak, amit látunk a felvételen, a videó felvételen, tehát ez a kemény dolog, ez a kokain. Tehát nyilvánvalóan én is a filmbéli élményeimre tudtam támaszkodni, illetve akit megkérdeztünk, amikor a felvétel a kezünkbe került, akinek ez a szakmája, ő is ezt megerősítette, hogy nagy valószínűséggel ez lehet. Hát kevésbé lehet más, hát olvastam kommentekből, hogy biztos ez aszpirin volt, vagy cukor, vagy nem tudom mi. Hát nyilvánvalóan persze akár ez is lehet, de én úgy gondolom, hogy ha már egyszer ez kriminalizálva van, tehát ha már egyszer a fogyasztás a büntető törvénykönyvbe ütközik, akkor a rendőrség most tegye a dolgát. Egyébként éppen most... Hol olvasta, hogy biztos aszpirin meg cukor? Hát ezeket különböző kommentekben. Ja, kommentekben? Hát annyira életszerű, mondjuk a kávé előtt először a cukrot felszívom, majd szétkenem a nyálka hártyán, és utána iszom meg a feketét. Mert olvastam, hogy annyira fájt a torka, hogy másképp nem tudta bevenni a fájdalomcsillapítót, de mivel a rendőrségnek ebben az esetben nyomoznia kell, ráadásul éppen most emelték fel az általános elévülési időt 3 évről 5 évre, tehát gyakorlatilag a rendőrség amennyiben azt gondolja, hogy ez az esemény 5 éven belül történt, akkor elvileg nyomoznia kellene egy átlagember esetében, valószínűleg már ma este vagy holnap megjelennének a kábítószerkereső kutyákkal. Azért is kérdeztem, hogy mit mondanak azok, akikkel ellenőriztették a videó eredetét, eredetiségét, a feltételezhető drogot, hogy ez kokain-e, igen, én is úgy láttam eddig filmbeli élmény, hogy ez az, amit így vesznek magukhoz a drogfogyasztók, de hát aztán könnyű rákeresni az interneten, hogy hány napon belül tisztul ki a szervezetből. 3 napon belül a kokaint állítólag nem lehet kimutatni. Tehát mondjuk Lazári képviselő, ha most tudta, hogy ő bajban lesz, vagy alpolgármester, akkor lehet, hogy a keddi drogtesztje is negatív, de az is lehet, hogy a holnapi is az lesz, hogyha mondjuk az elmúlt héten már nem fogyasztott. Igen, de ezt akkor... a hajszálával és a körmével már nem tudja megtenni, tehát ezért is mondom, hogy ha a rendőrség nyomozni akar, akkor tud nyomozni, mert akkor a hajszálából vagy a körméből egyébként pedig kimutatható akár azt hiszem 1 évig is, tehát én is akkor már utána olvastam a dolognak, úgyhogy tegye meg a hatóság ebben az esetben a szükséges lépéseket, illetve még azt hadd mondjam el kérdés nélkül is, hogy, és azt a közgyűlésen is elmondtam, hogy azért ilyen jellegű felvételek szerintem vagy a korábbiakban is készültek, csak nem nagyon szoktak ilyenek nyilvánosságra kerülni. Én azt nem tudom, hogy kik elől sikerült ezt a felvételt megszereznünk, de azért mondjuk, hogyha ez alvilági szereplők kezébe került volna, és ugye pont ez az óriási probléma, ezzel egy döntéshozó ugye abban a pillanatban zsarolható helyzetben kerül. Kik elől? Hát nem, én úgy olvastam, hogy önök tettek közé egy felhívás, hogy valaki buktassa már le az alpolgármestert, mert az egész város arról beszél, hogy nagy fogyasztó, és akkor 1 millió forintot fizettek azért, aki lebuktatta, és ezt a videófelvételt eljutott önökhöz, ez igaz? Ennek az előzménye az, hogy azok az emberek, akikből ők ellenséget csináltak, illetve akiknek az elmúlt években sikerült az érdeküket sérteni, vagy akiknek mondjuk az életét sikerült tönkretenni, ők azok, akik ezeket az információkat elkezdték adni. Tehát vannak olyan emberek, akiknek már nincs hova hátrálniuk, és nincs vesztenivalójuk, és ők elkezdték ezeket az információkat adni. Szombathelyiek, aki elvesztette az állását, az, akit megsértettek, akit kirúgtak. Nem a kábítószerhez kapcsolatban. Tehát akik politikai vagy akármilyen döntések alapján, akár valótjai az elmúlt. Igen, ugye mi kikerültünk a bezártságból, ugye 2010-et követően az el kellett tenni egy kis időszaknak, hogy valaki szóba álljon a szocialistákkal, és ezzel párhuzamosan ugye a fideszesek elkezdték növelni az általuk megsértett vagy egzisztenciálisan tönkretett emberek számát Szombathelyen is, és innen kezdett el az információ. De fizettek ezért a felvételért? Hát a sikeres munkáért egyébként jár a sikerdíj, mondhatnám általánosságban, illetve mi szavatartóak vagyunk. Hozzáteszem, hogy ezt a felvételt, hogyha nem a mi érdekkörünkből, vagy ez a felvétel nem a mi érdekkörünkből kerül megvásárlásra, akkor könnyen lehet, hogy mondjuk a világi szereplők vásárolták volna meg, soha nem kerül felszínre, és zsarolták volna egyébként a döntéshozót. Ezért mondtam azt, hogy azt nem lehet tudni, hogy kik elől haláztuk el ezt a felvételt. Szerintem milyen felvételek az elmúlt években biztos, hogy kerültek bizonyos kezünkbe. És mit van még ilyen felvétel? Például az előbb említett, hogy még az alpolgármesteren kívül 2 emberről tudnak. És arról van információjuk, hogy esetleg róluk is készült
felvétel? Hát én első lépésként szeretném ennek a 15 másodperces felvételnek a teljes hosszát megkapni, hiszen ezen a hosszú felvételen, vagy a véletlenül hosszú felvételen valószínűleg vannak más szereplők is. Akik bejönnek ebbe a szobába? Akik bejönnek ebbe a szobába, így tehát van. Mások is ezen a hossz, tehát ez egy 15 másodperces így rész, van. Viszont ez egy hosszabb felvétel. Így van. És Lazári Viktor fideszes szombathelyi alpolgármester szobájában mások is bejönnek ezen a felvételen? Így van, nekem erről van információm, és én bízom benne, hogyha most az informátor... És ők is ott fogyasztanak kábítószert? Ennél az asztalnál. És én bízom benne, hogy ezért meg fogom kapni ennek a felvételnek a teljes hosszát, ami még nincs a birtokunkban, de ha meg lesz, akkor azt majd a rendőrség fogja megkapni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.